Szervusztok, Anzsalika Habpatron vagyok, és ez Anzsalika Habpatron csatornája. Ma péntek van, február 14-e Valentin nap, de nem csak a Valentinok ünneplik névnapjukat, hanem a Bálintok is, és Bálint a lelkibetegek és az epilepsziások védőszentje, tehát ők is ünnepelhetik ma magukat. Elsősorban ma nem is azokról beszélnék, akiknek van szerelmük, hanem azokról, akik egyedülállóak. Másrészt pedig, hogyha nincsen szerelmed, akkor nyugodtan elképzelhetsz bárkit, és még ez sokkal jobb is, hogy te képzeled el, mert hogyha már ott van, akkor azon nem tudsz változtatni. Tényleg van szerelmed, akkor neki lehet ajándékokat készíteni. Egy jó ajándék ez a sapka, hogyha párba vásárolod, ezt egy barátnőmtől kaptam kölcsön, Évi köt. Olyan ajándékot vegyünk, aminek a másik örül. Nagyon italos a szerelmünk, akkor vegyünk neki poharat, poháralátétet. Bőr problémái vannak, akkor küldjük el bőrgyógyászhoz ajándékba. Van szőre, akkor lehet gyantáztatást vásárolni neki. Sőt, van most már olyan gép, ilyen lézerrel kiírtja belőled a szőrt. A lányok annak örülnének, én örülnék olyannak. Idősebbek is szerelmesek, ők vehetnek egymásnak beutalót. Valentin napra ez egy nagyon jó ajándék idősebbeknek, hogy akkor vásárolnak meg egy közös sírhelyet, bemennek egy sírboltba, kiválasztják a helyet, hogy majd ott nyugodjanak békébe egymás mellett. Lehet foglalkozáshoz illően, ha valaki állattartással foglalkozik, lehetne kivenni takarmányt. Informatikus, akkor veszel neki számítógépet. Ha villanyszerelő, akkor veszel neki, amivel be lehet nyúlni a konnektorba. Biztosítékot, eleve van több jelentése is, tehát az, hogy így biztos ő neked. Egy fizikusnak vehetsz almát, mert abban van vitamin is, meg át lehet lőni a fején. Bolti eladónak, hát ennek nem kell venni semmit, mert ő bármit meg tud venni a boltba. Én például most Valentin napra Lacinak készítek egy csavarkulcsot, mert ugye ő autószerelő, és ehhez választottam különböző díszítéseket, amiket rá fogok tenni. Van ilyen glitterelem, csillogó kis kövecskék, ezzel fogom feldíszíteni neki. Kinyomoztam, hogy hol dolgozik, és ott le fogom tenni a szerelőműhely elé. Aztán vannak olyan szerelmesek is, ugye, akik már nem annyira szeretik egymást. Azt javaslom, hogy akkor ők vegyenek el valamit egymástól. Úgy is fognak elköltözni, visszavegyék azt, amit visznek magukkal. A legjobb, hogyha nincsen senkit, mert úgy képzeled el magadnak, ahogy akarod, abból baj nem lesz. Nem leszel váratlanul tőle terhes, tehát egy csomó gonddal nem jár. Félsz, hogy majd nem fog szeretni, meg aggódni kell ezen. És hogyha meg nincs senkid, akkor ezzel nem kell törődnöd. Bármikor elhagyhatod a plátói szerelmeid, és választhatsz újat, akár hetente is, nem kapsz tőlük nemi betegséget. Rengeteg előnye van annak, hogyha az ember a képzeletét arra használja, amire való. És egy kicsit beszáradt. Ja, rajta van a kupak. Egy epilepsziásnak is ugye ünnepsége van, és még hogyha szerelmes, és akkor két ajándékot is kaphat, és még hogyha ez Valentinnak hívják, és aznap született, akkor meg már négy ünnepséget lehet neki tartani. Azt hiszem elkészült a csavarhúzs Lacinak, és remélem, hogy fogja használni, majd így a traktoroknál ezzel fog kulcsozni, és a többi kollégája meg majd irigykedni fog neki. Még egy dolgot szerettem volna ajándékba adni mára nektek, hogy akinek nincsen szerelme, és ezért mégis szomorkodik, szívesen leszek én most a szerelme. Isten éltessen Valentin nap alkalmából, nagyon szeretlek, kívánom, hogy még legyünk sokáig együtt, és hogyha van kedved, akkor írjál rám, vagy iratkozz rám a csatornámra, hogy ott is találkozhassunk, ne csak minden reggel és este az ágyban.